Testvérek, a mai lelki napunk témája a szellemi harc, és amiről elkezdtem beszélni és elmélkedni, ez nem más, mint a New Age-nek, erről a mozgalomnak a lelkiségéről, hogy gyakorlatilag mit is jelent ez. Azért fontos ezt érezni, mert a gonosszal kapcsolatban eszünkbe juthat esetleg egy gyilkosság, vagy ilyen borzalmas dolgok, és ez is hozzátartozik. Azonban vannak olyan dolgok, és itt a New Age okkultizmus, ami eléggé elterjedt, és sokan úgy tekintenek rá, mint valami megváltásra, valami, ami nekünk segítséget ad, mint ez lenne a szabadító, és amikor arról van szó, hogy szellemi harc, akit nem is fogunk harcolni, mert miért harcolnánk az ellen, ami jó. És pont ezt kell megkülönböztetni előtte, hogy ez nem jó, hanem veszélyes. És az alapdokumentum, amiből kiindultam, ez a Kultúra Pápai Tanácsa, a vallások közötti párbeszéd pápai tanácsa, Jézus Krisztus az élővíz hordozója, keresztény reflexió a New Age-ről. Ennek a lelkiségét szeretném bemutatni, és azt, hogy milyen pozitívan hangzik, de gyakorlatilag hiányzik belőle maga az Isten. Vannak vallásos terminológiák, hogy egyesülni, vannak ilyen energiák is, erők is, tehát sok minden, amit észre sem veszünk, hogy ez teljesen más dologról van szó, ezért fontos ezt meglátni, és amikor megértjük azt, hogy miről is van szó, a lelki harc csak utána indul be. És pontosan ez a nehéz a lelki harcban, hogy az ellenségnek a támadása nem egyértelmű. Sőt, hangsúlyozom, sokszor úgy van bemutatva ez a támadás, mint ez kifejezetten jó lenne, ez értünk lenne, és ezért ez egyfajta szabadulást hoz nekünk. Hát nézzük, hogy ennek a nyújtás lelkiségének milyen aspektusai vannak még. Az egyik, hogy ezekben a mozgalmakban, és persze ez egy gyűjtő fogalom a New Age, hogy itt olvadás van, hogy az ember egyesül bizonyos szellemekkel, vagy például vannak akár ilyen sámánok, valamilyen személyek, akik segítenek abban, hogy esetleg rajta keresztül, vagy az ő energiájával összeolvadjunk az istenséggel, de nem Isten ez, hanem egyfajta valamilyen energia, erő, valami, amivel egyesülök, amiben kiteljesedek, tehát ilyen meg nem határozható valami, amivel tudok egyesülni. És sokszor ezek a magukat ilyen szellemi, vagy ilyen spirituális személyeknek nevező személyek, vagy akár lehetnek valamilyen, ők misztikusoknak is nevezhetik magukat, ezek azért közvetítenek abban, hogy valaki eljusson erre a belső egyesülésre. Amikor a nyújtásról beszélünk, akkor azt is kell látni, meg az okkultizmusban is, hogy itt nincs polaritás. Tehát például nincs jó és rossz, nincs a bűn fogalma, nem létezik. És hogy nem is szeretnek róla beszélni, mert az a bűn az olyan rossz. És tulajdonképpen minden jó, nincsenek bűnök, legfeljebb még valaki nem világosodott meg, nem jött a belső világosságra, de ha megvilágosul valamilyen vezető, valamilyen mester segítségével, és ez az út az ezotéri, amikor valaki eljut a megvilágosodásra, akkor utána sem lesz jó, meg rossz, meg bűn, hanem onnantól kezdve már látni fogja a valóságot. És ha belegondolunk, hogyha valaki azt állítja, hogy nincs bűn, onnantól kezdve tagadja azt, amit Jézus mond, tagadja a megváltást, tagadja húsvét misztériumát, az ő keresztre feszítésnek mi volt az értelme, meg hogy Jézus miért támad fel. Ez egy ilyen mozzanat, hogy nincs bűn, a kereszténységnek a lényegét tagadja, mert akkor Jézus nem váltott meg bennünket. És itt az önmegváltás, ami ennek a mozgalmakban jelen van, hogy az ember a saját erejével, vagy különböző energiák segítségével eljut a teljességre, és eljut erre ez a belső megvilágosodásra, egyesülésre. Sokféle fogalom van, de eléggé zavarosak ezek a meghatározások, mert nincs meg, hogy mivel egyesülök, meg hogy pontosan én ebben az egyesülésben mi vagyok. Próbálja az embert is egyfajta ilyen istenivé tenni,
hogy az ember, ahogyan jut a megvilágosodásra, egyre jobban isteni személyé válik, de mindenki persze külön-külön, tehát egy zavaros az eszmerendszere, de viszont sokszor a szavak jól hangzanak, világosság, sötétség, sokszor hasonló terminológia, mint a Szent János evangéliumában, de teljesen más jelentéssel, meg hangsúlyozom egyfajta ilyen zavaros mondani valóval. Például ezekben a meditációkban vannak sokszor ilyen torna gyakorlatok, mint a például Feng Shui, hogy itt például, hogy arról beszélnek, hogy a szeretet az egy energia, egy magasabb frekvenciájú rezgés. Sokszor ilyen rezgésekben határozzák meg, és sokszor hallani is, ha valaki ilyen okkult ilyen előadásokat hallgat, hogy vannak a kisebb rezgések, az a rossz, vannak a nagyobb rezgések, az a szeretet, és mégis van rossz meg szeretet, de önmagában a jót meg a rosszat mégis tagadják, és tulajdonképpen itt frekvenciák vannak. És hogy itt is ki van írva, hogy Isten a szeretet. Tehát nem Jézus nem egy magasabb rezgés, hanem Isten személy öröktől fogva van, örökké létezik, és hogy végtelenül szeret minket. De nem azt jelenti, hogy mi jobban rezgünk, hanem ez egy sokkal mélyebb valóság, egy személyes létezőnek, az Istennek a szeretete, egy másik személyes létező felé, akit ő teremtett, megváltott, ezek pedig mi vagyunk. És innentől kezdve, hogyha itt a frekvenciákról beszélünk, meg a boldogságot is ezek a rezgések határozzák meg, meg a rezgéseknek a száma, látható, hogy sokszor ami a fizikából vett elemekkel magyaráznak lelki dolgokat, de ami a lényeges benne, hogy nincs személyes Isten, nincs erkölcsi felelősség, ha bár beszélek jóról is rosszul, meg hogy jónak kell lenni, meg hogy szeretni kell lenni, meg sokszor ilyen frekvenciák, rezgésekben határozzák meg, amit mi erkölcsnek nevezünk, hogy mi a jó, mi a rossz, mi a bűn, mi az utálat, mi a szeretet, itt különböző rezgésekről beszélnek. A másik, ami fontos a New Age-ben és az okkultizmusban, hogy a természetben erők vannak, és hogy amikor mi harmóniában élünk önmagunkkal, a lelkünkkel, és a lélek nincs tisztázva, hogy mit jelent, a lelkünkkel, akkor bele kell ágyazódnunk a természetbe is. Ez úgynevezett holisztikus szemlélet, ami az egész embert nézi, ami önmagában nem rossz, az orvostudomány is sokszor tüneteket kezel, és ez ellen harcolnak, hogy nem tünetek vannak, hanem az egész ember, és annak vannak okai. És ez önmagában megállja a helyét, hogy mindig az egész ember kell. Nem csak a fizikai valóságot, annak van egy pszichés háttere, van egy élettörténet mögötte, az egész ember gyógyítani. De amikor azt mondom, hogy ez a holisztikus egészségtől, ez nem pusztán ennyit jelent, hogy egészben látni egy életnek a történetét, hanem gyakorlatilag, és megint itt különböző magyarázatok vannak, de gyakorlatilag, hogy mi összhangban vagyunk a természettel, akkor a rezgés számokkal, és amikor például mi meditálunk, amikor a természettel összhangba kerülünk, akkor belül meggyógyulunk. Tehát egyfajta ilyen függés, és hogy ez a New Age vallja a panteizmus, azt jelenti, hogy minden Isten. Tehát nem úgy, hogy van az Isten, mint személy, aki megteremtette a világot, de a világ nem azonos az Istennel, hanem ő teremtette, hanem minden Isten. Ezért, amikor mi a természettel meg energiákkal egyesülünk, akkor mi az Istenséggel egyesülünk, de minden Isten, ez a panteizmus, hogy minden Isten, és nem különbözteti meg, hogy van a személyes Isten, meg van a világ, mint teremtmény. És itt is gyakorlatilag csak részeket emelek ki, meg a teljes igénye nélkül, mert ez egy komolyabb dokumentum, már így tartalmilag is, meg nagyságrendileg is, de hogy itt ami a lényeg, a természetre való ráhangolódás. És hát ami a legfontosabb, hogy megvan a maga Isten emberképe, meg a világról alkotott képe. Nézzük meg gyakorlatilag, hogy röviden az, hogy körülbelül, hogy milyen Isten meg ember képpel dolgozik maga a New Age. Az első, hogy a központi témája, hogy a kozmoszt egyetlen egésznek veszi. Ezt úgy fogalmazzuk meg, hogy a mikrokozmosz meg a makrokozmosz az ugyanaz. Ami kicsiben megvan, az van meg nagyban, és ami nagyban megvan, ugyanaz van meg kicsiben is.
és hogy ebben nincsenek polaritások. És például még a vudu szertartások is ez alapján úgymond működnek, hogy gyakorlatilag, ha fognak egy bábut, és annak megszúrják a vállát, vagy valamit, akkor tulajdonképpen is rám gondolnak, akkor nekem is a vállamban, meg nem tudom, hol érzem, mert gyakorlatilag, amit tesznek a mikrokozmosszal, az egész kozmoszban az átmegy, és megérkezik valahová. A másik, hogy az egész világot egy energia élteti, amely mondanak léleknek, szellemnek, intelligenciának, de ami lényeges része, hogy ez személytelen. Vagy például erősen hisznek abban, hogy vannak ilyen spirituális közvetítők. Ezek sokszor akár ilyen lények, ez valamikor személyes például, van valamilyen ilyen sámány, valamilyen személy, valamikor ilyen személytelen létezők vannak, vagy valamikor például kövek, vagy nem tudom, tehát valamilyen tárgyak a közvetítők, amelyeknek különleges erejük van. És amikor azt mondom, hogy kövek, meg egyéb dolgok, akkor egyrészt van valami közös a nyújésben, másrészt meg, hogy rengeteg ilyen féle irányzata van. Tehát igazából itt, akkor azt mondom, hogy New Age, az egy összefoglaló, az egy gyűjtő fogalom, aminek megvannak úgy az alapvető szabály, ami nagyjából mindegyikre érvényes, de nagyon sokféle dologból áll össze, rengeteg fajtája van. Ahány ilyen, nem tudom, milyen tanító, meg nem tudom, milyen mester, meg milyen sok ilyen paranormális jelenségekkel dolgozó valakik vannak, azt tulajdonképpen mind oda tartoznak, de mégis ugyan külön cég mindegyik gyakorlatilag, mert más a neve, meg más csinál, meg mást val, de ami a szellem történeti, meg az a háttere, az nagyon hasonló mindegyiknek. Amikor a szeméről van szó, akkor a szemét gyakorlatilag azt szerint nézi, hogy ahogy az én beteljesedik, és az énnek a beteljesedése, ők nem használják ezt a szót, mi mondjuk rá, de ez az önmegváltás. Az önmegváltás által valaki eljut tulajdonképpen a saját erejével egyfajta nagyobb belső világosságra, az ezotéria által megvilágosodik, mint Helena Blavatsky írja, hogy a Lucifer fényénél látja a valóságot, és hogy egyfajta mindenkiben van valamilyen isteni szikra, ami folyamatosan kibontakozik, tehát valamilyen szinten az embert úgy istenné teszi, istenivé teszi, amiben van valami fejlődés, és ez attól függ, hogy hogyan jut el erre a megvilágosodásra. Sok ilyen New Age mozgalomban vannak az úgynevezett ilyen tudattágító technikák. Az arra valók, hogy az emberek feltárják az isteni erejüket, és hogy ők majd isteni erővel tudjanak fellépni, és hogy készítsenek utat ennek a New Age-nek, az új kornak, vagy a megvilágosodás korának. És hogy az emberiségnek ez a felmagasztalása a feje tetejére állítja a helyes viszonyt a teremtmény és a teremtmény között. És tulajdonképpen ennek egyik végleges formája, és ugyanehhez tartozik, csak egy szélső érték, ugyanez a sátánizmus. Az okkultizmus tulajdonképpen olyan, mint egy skála, vannak különböző fokozatok, a lényeg ugyanaz mindegyiknek, csak vannak gyakorlatilag itt a fehér mágiától kezdve sok minden, a legszélső érték az a sátánizmus, de mindegyiknek gyakorlatilag gyökerében ugyanaz a lényege, hogy ugyanabból fakad ez a dolog. És már többször mondtam, de szeretném megint hangsúlyozni, hogy amikor ezt mondjuk, tehát itt nem, amikor valaki a nyúj is keres, sokszor nem vallást keres, hanem, és ez a lelki napnak is a témája, gyógyulást keres. Valami összhangot, mert valami nem működik az életében, és nem az isteni, az evangéliumban keresi, hanem ilyen technikákban. És hogy például az emberek isteni szikrával születnek, és egyfajta ilyen beveszélése annak, hogy bennem van is ilyen könyv, hogy a bennünk lakó istennők, meg istenek, és nem a keresztény értelemben, mert a Szentlélek bennünk lakik, más értelemben, tehát egyfajta isteni tulajdonságokat tulajdonít az embernek, és hogy ez a különböző meditációkkal, vagy például ilyen öngyógyító technikákkal, vagy ide tartozik, itt idézem a dokumentumot, a jóga, a zen, a transzcendentális meditáció és a trantikus gyakorlatok a beteljesülés és a megvilágosodás élményéhez vezetnek el. A csúcsélmények újraélni saját megszületésünket, elutazni a halál kapuihoz,
akkor különböző tránz drogok, meg egyéb dolgok segítségével bármi, ami megváltozott tudatállapotot képes előidézni. E nézet szerint az egységre és a megvilágosodásra vezetnek. Mivel csak egyetlen tudat van, némelyek csatornához szolgálhatnak magasabb lényeknek. Ebben az egyetlen egyetemes lényben minden rész kapcsolatban van az összes többivel. Lehet, hogy már úgy fárasztó is az előadás, amit a sok minden miatt, amit mondok, és nem tudom, hogy akik hallgatják ezt, hogyan érik meg, de hogy mint ilyen vallásos elemek lennének benne, de teljesen más, lényegében teljesen más kusza dologról van szó, és például akinek még nem járt hittanórára, nem tudja alapvető törvényeket, persze azt is megzavarhatja, aki járt, igazából nem tudja, hogy mi a különbség. Azt gondolja, hogy vannak a katolikusok, meg más keresztény vallások, meg vannak a keleti vallások, meg ez is egy vallás, tulajdonképpen van Isten, van meditáció, különböző tudatállapotokba eljutok, mantrákat kell mondani, ismételgetek valamit, nem is értem, hogy mi az, akkor utána más tudatállapotba kerülök, ebben meglátom, ebben megkapom a gnózist, amiben meglátom a valóságot, egy teljesen más valóság nyílik meg, olyan vallásosnak tűnik, de lényegileg tekintve teljesen más, és ilyen teljesen más nem csak azt jelenti, hogy valami, mi eltér az Istenitől, hanem a teljesen más is azt is jelenti, ami elvisz az Istentől, és itt jön igazából a fő probléma ezekkel a dolgokkal, mert ezek gyakorlatilag mind hazugságok. És persze, amikor ezeket mondom, mondhatja valaki, hogy ki vagyok én, hogy ilyeneket mondok, hogy én mondom meg, hogy mi az igazság. És persze én római katolikus papként beszélek itt, az egyház tanítását közvetítve, a dokumentumból is idézek, de gyakorlatilag egy igazság van. És még ehhez hozzáadódik, mert itt van a posztmodern kor is, amiben az izmusok is jelen vannak. Tehát a relativizmus, a valóság, tulajdonképpen mindenki, amit lát, ahogy értelmezi, az a valóság. Vagy az agnoszticizmus, nem ismerhető meg a valóság. Igazából senki sem tudja, hogy mi a valóság. Valami tapasztalok belőle, igazából mindenkinek igaza van, meg úgy veszük senkinek. Sőt, ebben a posztmodernben az is szerepel itt a filozófusoknál, hogy az olyan rendszerek, mint például a katolikus egyház, ami teljes képet ad a világnak az értelmezéséről, honnan a világ, miért van, mi lesz vele, az embernek az, honnan jön az ember, mi az életének a célja, hová megy, ezek mind elnyomó rendszereknek nevezi, és hogy ezeket mind le kell bontani, ezeket mind fel kell oldani, és fel kell újítani egy újat. És gyakorlatilag a Baphomet figurán, ami a sátánizmusnak a hivatalos alakja, ez a kecskefejű, itt a tetején, a feje tetején van a Lucifer fénye, akkor itt a csillag, a pentagram lefelé fordítva, meg tele szimbólumokkal ez a lény, hogy ott is felfelé tartja az egyik kezét, a másikat lefelé, és gyakorlatilag felfelé szólve, vagyis mindent feloldani. Ugyanaz, mint a filozófiában megjelenik a posztmodernben. Mindent feloldani, és koagula, a lefelé mutatott kéz, mindent újraépíteni. És a posztmodern filozófiai szinten ugyanez van megfogalmazva, mint ami a gonosznak tulajdonképpen a hivatalos ábrázolásán szerepel, hogy minden, ami eddig értékes volt, meg a nyújjösnek is tulajdonképpen ez, minden, ami eddig megvolt, úgymond a halaknak a korszaka, amit a kereszténység határozott meg, mindent feloldani, és most már jön az új kor, a New Age, ez már a vízöntőnek a kora, és kialakítani egy teljesen más istenképet, emberképet, világképet, ami teljesen más, mint a kereszténység. Lényegében alapvetően más. És hogy az most már eltűnt, és valami újat felépíteni. És ez megvan a posztmodernben, megvan a sátánizmusnak, ez egy lényeges eleme, a gonosz működésének, meg a nyújt is tulajdonképpen, ha bár sokszor az ilyen energiák, megnyugvás, béketet, pozitív üzenetekkel szól, de gyakorlatilag alapvetően ezt a keresztény emberképet, istenképet, világképet akarja lerontani, és kiépíteni az új kort, amiben minden új. Habár ez a minden új, ebben igazából már ez a gnoszticizmus, agnoszticizmus, ez már megvolt régen, ezeket nem most találták ki. Tehát igazából ezek az elemek már megvoltak régen is, csak most újra összepakolják egy más kiadásban, és valami újnak tűnőt hoznak létre, de ami a lényeg ennek,
hogy azt a keresztény világrendet, amit mi a kinyilatkoztatásból tudunk, azt teljesen feloldani, és azt teljesen tagadni. És itt nem csak ilyen filozófiai világképről van szó, hanem gyakorlatilag, ha ezt feloldják, itt, hogy az embernek mi a lényege, mi az én lényegem, honnan jöttünk, van-e üdvösség, egyáltalán mi is az, vagy magától megváltás, és ez minden tagad. De az egész kereszténységet, a megváltást minden tagad, és amikor már innen kezdjük el nézni ezeket az áramlatokat, innen látható, hogy az embernek a legfőbb identitását akarja elvenni, és akarja tönkretenni, vagyis a lényegünket. Sőt, a posztmodernben ez is megfogalmazódik, hogy az embernek, meg a dolgoknak igazából nincs is egyfajta belső lényegi magja. Hanem például, és itt az LMBTQ-nál is nagyon fontos szerepe van, itt a posztmodern felfogásnak, hogy gyakorlatilag én most valakivel úgy élem meg magam, hogy most férfi vagyok, amikor a másik emberrel beszélgetek, teljesen másképp élem meg magamot, ott például már nőnek érzem magam, és aminek érzem magam, az vagyok. És ezt nem mondhatja meg senki sem, mert ki jó, hogy megmondja. Én ezt így élem meg, és ez persze meg lehet azért, mert mindent feloldani, ami eddig volt a struktúrák, mindent feloldani, ez hozzátartozik, és utána pedig azt, ahogyan én érzem, az vagyok. És ez persze a másiknak kötelessége elfogadni, és nem lehet az én másságomat bántani. Ezt mindenkinek el kell fogadni. Tehát egyfajta mindent feloldani, meg mindenki úgy látja, hogy akar, másrészt viszont van egy nagyon kemény, amit behajtanak másokon, ezt viszont mindenkinek kötelessége elfogadni. Ezért a tolerancia diktatúrája, Benedek pápa ezt úgy fogalmazta meg, hogy a tolerancia önmagában az, hogy mindent tolerálunk, de mint diktatúra, hogy van, akinek mindent elfogadunk, mások például, mint a keresztény vallások, azokat pedig minden tanítását, azokat pedig ilyen erőszak, meg gyűlöletkeltő, meg nem tudom ilyennek bemutatni, mert azok rosszak. Tehát tolerancia igazából nincsen, hanem egy diktatúra jelenik meg, és maga a fogalompár is ilyen ellentétes, hogy a tolerancia diktatúrája, de Benedek pápa ezt így fogalmazta meg, ezeknek a mozgalmaknak ezt a fajta lelki, meg pszichés hatását. Amikor az emberről van szó, tehát mondtam már itt az önmegváltás, ami fontos, tehát mindenki a maga sorsáért felelős, és magam váltom meg magamat, nincs szükség személyes megváltóra, nincs szükség Istenre, hanem azt én rendezem a saját sorsomat. És tulajdonképpen ugyanez jelenik meg azokban, és ami legtöbb ilyen nyújis mozgalomban benne van, valamilyen formában, kimondatva, kimondatlanul is, a lélekvándorlás. Amikor mindig én teremtem meg saját magamat, akkor valamit másképp teszek, és addig-addig megyek a fejlődésnek az útján, és ezért én vagyok a felelős, én teszem meg, habár a régi életemből semmire nem emlékszem, az ő tanítások szerint, és addig-addig megyek, míg végül megszabadulok, és utána felszabadulok, és egyesülök a nem tudom mivel, magasabb szellem, intelligencia, energiával, vagy bármiben, és hogy az igazi identitásunkat a magasabb én jelenti, ez a híd az isteni tudatként felfogott Isten és az emberiség között. És a spirituális fejlődés kapcsolata a magasabb énnel, ez nagybetűvel, de ez a magasabb én, ez ilyen megfoghatatlan, amely legyőz mindenfajta dualizmust, az alany és a tárgy, az élet és a halál, a pszichi és a szóma, ez a görögül a test, az én és annak töredékei között. Korlátozott személyiségünk olyan, mint a valódi én árnyéka vagy álma. A magasabb én tárolja a korábbi reinkarnációk emlékét is. Na, nehéz ezt így felfogni, főleg első hallásra, de azt hiszem, hogy átmegy ez, hogy ez miért érdemes ezzel foglalkozni. Megint meg szeretnék állni egy pillanatra, mert van egy olyan félelmem, de persze úgy is elmondom, hogy még egy ilyen előadás nagyon unalmas lehet. Azért, mert ilyen filozófia, meg ilyen nagy fogalmak vannak, viszont azért tartom fontosnak, hogy még a gonosz támadásáról van szó, gyakorlatilag ezen a szinten támad most a legjobban.
Persze van, akit úgy vezet meg, hogy itt a háborúk, meg embereket megtéveszt, és annyi, nem tudjuk sokszor, mi van mögötte, de biztos, hogy nagyon sok emberi bűn, nagyon súlyos bűnök, hogy a gonosz így szórakozik emberekkel, és hogy utána így meg az egész világnak fájdalmat okoz, meg ezek a különböző mozgalmak, meg az új pogányság, meg nagyon sok tendencia, ami elvisz az igaz hittől, hogy itt a gonosz embereket becsap, de azt hiszem a legtömegesebben, amikor eltérnek az emberek az igaz tanítástól, az a New Age-en meg az okkultizmuson keresztül történik. És sokszor ezek nem tudatos hitvallások. Sokan nem tanulják ennek a lelki hátterét, elmennek valamire, ott esetleg mondanak valami, de valahol nem is mondanak semmit, arról ez hogyan alakult ki, mi ez, hanem csak elmondják, hogy most meditálunk, akkor megnyílnak a csakrák ilyen indiai kifejezéssel, akkor energia így jön, úgy jön, akkor egyesülünk magasabb szellemmel, most már képes vagy arra, hogy, de csak ilyen technikák, meg ilyen dolgok, nincs mögötte gyakorlatilag doktrinális, nincs mögötte tanítás, hanem így is akkor valaki ezeket elkezdi gyakorolni, és utána szépen úgy eltávolodik. Hagyj mondjak egy példát, csak így névtelenül, hogy valaki, aki ez a transzcendentális meditációt, ez a Maharishi féle, ezt kellett gyakorolni, hogy az először nagyon nagy változás hozott az életében, pozitív. Kiegyensúlyozott volt, boldog, meditációt gyakorolta, el nem hagyta volna semmi pénzét, nem is adta el, kitartott, és hogy gyakorlatilag reklámozta, hogy ez az igazság, meg utána az hozzávaló tant is úgy elsajátította, és próbáltam neki mondani, hogy hát ez nem az Istentől való, dehogy nem, meg milyen jó, meg azóta, hogy milyen boldog, kiegyensúlyozott, és ez ment legalább, hogy 20 évig, utána hirtelen az egész ember összeomlott. És utána jött alkohol is, meg minden ilyen nehézség, meg tehát ilyen súlyos problémák, és gyakorlatilag ebből meg kikeveredés se szakember, sehogy nem sikerült. És én ittasan meg mindig ez a fajta, az okkult érzen tanok is, hogy én Isten vagyok, és ha valaki ezt nem ismeri el, akkor nem látja a valóságot, a valóság nincs is, csak akkor, ha én vagyok. Tehát ez a fajta ilyen isteni valami, és hogy rossz volt hallgatni, amiket mond, és hogy utána itt az alkoholval való küzdelemben is, hogy szakember, de láttam, hogy ebből orvosi szinten nem lesz semmi, és hogy utána gyakorlatilag mondtam, hogy ezt hagyja abba, de nem akarta, mert egyfajta támaszt is adott neki, meg amikor a gonosz beteszi a lábát, érdekes dolog, hogy valaki, mit tudom én, súlyos bűnöket, akár házasságtól is mindent abba hagy, hogy ilyen meditációt, ami okkultizmus abba hagyjon, sokkal jobban megküzdenek vele emberek. Látszik, hogy annyira megfogja, vagy annyira ragaszkodnak hozzá, és akkor én imádkoztam külön, zarándoklat, egyéb innen, de mindenképpen a rózsafűzér most állt itt ilyen a középpontban, és akkor mondtam, hogy kezd el imádkozni a rózsafűzért. És érdekes volt, amikor ezt imádkoztuk már előtte is, hogy mint aki szomjazik rá, akkor elimádkoztunk egyet, akkor még egyet imádkozzunk el, majd pap vagyok, de a negyediknél már kezdtem úrni, hogy egymás után ilyen négyet elmondani, és hogy de látszott, hogy ez valamit ad, tehát hogy valamit nagyon szomjazik, akkor a jó volt, utána megint visszaesett. És utána elkezdtem mondani a rózsafűzért, gyakorlatilag szépen, tehát hogy mondjam, úgy leülve, meg úgy, ahogy kell, tehát ilyen szemlélődve, és gyakorlatilag onnantól kezdve az alkoholt elvágták. Mindenféle orvosi segítség nélkül, meg mindenféle ilyen elvonási tünetek nélkül. És gyakorlatilag, hogy ez számomra sem megdöbbentő, aki ezzel így foglalkozik, hogy pedig azt gondolom az ember, hogy meditáció, leül, mond valami mantrát, hát most az nem használ, meg legtöbb az ideje megy el vele, de hogy gyakorlatilag, tehát hogy ilyen esetekből látszik az, hogy mekkora óriási hazugságok ezek. És mondom, 20 év után bukott ki. Utána kiderül közben, hogy gyakorlatilag mi atyánkat nem tudja elmondani kívülről. Pedig hát ő hisz Istenbe, de utána az Isten is, hogy micsoda. De mindenki, hogy a zavaros világ ez az egész, nehéz megfogni. Csak látszik a tüneteken, meg ezen az eseményeken, hogy valami nagy baj van itt. És nem is néz ki annyira nagynak először, de látszik az, hogy az Isten az eltávolodik, a szent mise, imádság, valaki ebben a kultúrkörben nem tudja elmondani, hogy mi atyánkat, akit vallásosan neveltek, ott már valami baj van. És utána ezeket újra kellett tanulni, és utána pedig, és olyan maga a rózsafűzér le lett cserélve, ezt a Maharishi féle meditációt, ezt így
kitette, és onnantól kezdve gyakorlatilag, és mondd neki, hogy ezt őrizd meg minden, meg ezt tudatosítsd magadban, hogy most nem te vagy okos, hanem ez gyakorlatilag, hogy kiraktad a gonosznak a működését, és a Mária közbejárására az Isten lépett be az életedbe, ez annak köszönhető. És hogy gyakorlatilag ezt állandó háladással, meg ezt, mint cserépelémen kell őrizni ezt a titkot, mert gyakorlatilag, hogy ez, hogy mondjam, az ember visszaesik a bűnbe, utána ez visszaesett az egész, tehát megvan a veszélye. És hogy például ez egy eset, amikor látható az, hogy milyen aljasan jelentkezik. Pedig ki gondolna ilyenkor rózsafőzés, vagy elnézést, egy orvos is valaki, még egy addiktológus, vagy most rózsafőzés, vagy meditáció, tök mindegy, egyik ilyen vallású, másik olyan vallású, mit kezdve foglalkozni. És én tudom, hogy kell vele foglalkozni, hiszen én is ezzel foglalkozom, hogy ezt az igazságot lássa, meg ezekről beszéljek, meg megtanítsam ezeket, de gyakorlatilag látható, amikor az Isten belép, a gonosz kiteszik, onnantól kezdve olyan változások jönnek, ami orvosilag sem magyarázható úgy. Itt mi teljesen más szinten van, gyakorlatilag itt már tényleg előjön a szellemi harc. Ez nem orvosi kategória önmagában, hanem itt már egy magasabb erők működnek, a gonosz léleknek a működése, meg persze a rózsafűzér által belép az Istennek a működése, meg az Istennek az ereje valakinek az életébe. És például ilyen esetekben látható az, hogy mekkora változások tudnak történni. Amúgy, ha valaki ezt nézni, eszébe se jutna se az Isten, se a rózsafűzér, se azt, hogy ez szellemi kategóriába helyezze ezt az egész problémát. És én azt hiszem, hogy a legtöbb problémánál, persze sokféle okok vannak, de legtöbb problémánál emberek ezzel nem foglalkoznak. Tehát van sok baj a világon, valamit gyógyítanak, valamit nem gyógyítanak, valaki tönkre megy akármiben, és hát tönkre ment ilyen az élet alapon, de hogy milyen erők működnek itt, az sokszor azt nem tudjuk megfogalmazni, mert persze a gonosz is úgy támad, hogy ne is értsük azt, mi ne is vegyük észre azt, hogy ő mit csinál, meg a gonosznak azt tulajdonképpen, amit ő akar, hogy ő mintha nem is lenne. Ne is higgyen benne senki. Ez csak a gyerekeket ijeszgették régen, ő azt akarja, hogy csak ilyen mesebeli figuraként kezeljék őt, és közben pedig ő szedi az áldozatait, és különben nem tudná szedni az áldozatokat, azért tudja, mert az emberek az Istentől eltávolodnak. Európában is Benedek pápa fogalmazta meg, hogy az új pogányság nagyon felerősödött. Nálunk is a sámánizmus, mert mindenféle ilyen ős-magyar, de ezek is ilyen szinkretista vallások, tehát ebbe több elemet beleraknak, tehát nem egyfajta vallás, hanem olyan válogatott, ilyen svédasztal-szerű vallások, amiben ilyen is van, olyan is van, utána jön valamilyen újabb személy, akkor még az rakozza, elvesz belőle, ketté válnak, tehát hogy mint a papucsállatka sokszor így osztódnak meg, jön valami, és nincs tanítóhivatal, nincs tiszta tanítás, hanem ilyen okkult, nyú is, ilyen zavaros istenképek, meg nem tudom, mik fordulnak elő. Gyakorlatilag a világról alkotott kép, amit ez a megfogalmaz, hogy a világ tulajdonképpen egy nagy energia. És hogy a világban jelen vannak az energiák, és az energiákkal, amikor például valaki meditál, vagy a jógát is végzi, itt az energiák hatnak a világra, a világ energia bennem hat, és ezek mindenféle hatással vannak egymásra. Az energia szellem, ami az univerzum egyetlen organizmusát élteti. Nincs különbség Isten és a világ között. Maga a világ is isteni, és egy evolúciós folyamatban megy végig, ami a tehetetlen anyagtól a magasabb és tökéletes tudatosság felé vezet. A világ nem teremtett valóság, hanem örök és önfenntartó. Ez az okkultizmusnak ilyen rövid tanítása magáról, a világról. És ebből hát azt hiszem, hogy hallották is, hogy itt az Isten egy az egybe ki van hagyva, tehát mintha magától lenne, magától tökéletesedik, energiák vannak benne, meg szellemek, de nincs az az Isten, aki öröktől fogva van, és aki öröktől fogva teremti a világot, ezt hívjuk gondviselésnek, ez a kreáció kontinua, az Isten folyamatosan teremti a világot, és a létben tartja, itt ilyenekről nincsenek, magától fejlődik, meg a szellemi, meg nem tudom milyen energiák, azok, amik jelen vannak. És hát amit az Istenről tanít, ugye a nyújésnek az Istene nem személyes, igazából ők nem is beszélnek Istenről. Mi használjuk ezt a szót, hogy úgy tudjuk valahogy megragadni ezt a témát, de ott náluk nincs olyan Isten. Nem tartják teremtőnek és a mindenség fenntartójának.
hanem szemétlen energiának, amely immanens módon beleszövődik a világba, mellyel a kozmikus egységet alkot. Ez a minden egy, ez az egység a globalizmus, ez az egység monisztikus, panteisztikus, tehát minden Isten, pontosabban pan-en, teisztikus, Isten az életelv, a világ lelke vagy szelleme, a világban létező tudat végösszege. Bizonyos értelemben minden Isten, itt az Isten mindig kisbetűvel van, mert nem a mi személyes Istenünkről van szó, hanem valamilyen szellemi akármiről, energiáról, jelenléte a legvilágosabban a valóság spirituális részein vehető ki, ezért minden tudat szellem valamiképpen Isten. Amikor most ezeket így felolvasom, és látható, hogy ezek mögött nincs tanítóhivatal, ezek úgy kialakulnak, sokszor nincsenek megfogalmazva, vagy például most a tanítóhivatal ezt úgy összeszedte is, hogy ők rendezték, hogy körülbelül hogy mi ez, meg hogy mit vesznek ki belőle, és hogy persze ott is van a különböző ilyen zavaros tanok, de látható ez egy gyakorlatilag olyan, mint a mocsár, aminek se alja, se teteje, ebbe el lehet süllyedni. És amikor az ember egzisztenciás válságba kerül, akkor azt veszi észre, hogy itt se Isten, se ember, semmi nincs, hanem elveszek a semmiben. És amikor ez a valaki is, akiről beszéltem, hogy akkor is ilyen illuminált állapotban, akkor is gyakorlatilag akkor éreztem ki, akkor úgy eddig is imádkoztam értelem, meg próbáltam, de akkor vettem észre, hogy mi is zajlik mögötte, egy nagyon mély halálfélelem, hogy itt vagyok a létben magam, kvázi istenként, és gyakorlatilag, hogy mi lesz velem, és érezte azt a saját gyengeséget is, hogy mi lesz velem, hogy gyakorlatilag tönkre megyek, elpusztulok, és egy nagyon mély egzisztenciális félelem, egyfajta haláltól való félelem, és azt nagyon kéreztem, hogy ez nagyon-nagyon erős, meg felerősödött. És valaki ide jut el, de igazából ezek nem adnak rá választ. És amikor is a gonosznak a műve, hogy ezeket vezetni, felhigítani az egész vallásos értékrendet, itt nem is beszélve arról, hogy ez nem csak egyfajta ilyen filozófia vagy rendszer, ennek a fényében az embernek teljesen más a lényege, mint amit mi hiszünk, mint keresztény emberek magunkról, meg ahogy az Isten megteremtett, meg megváltott, meg ahogyan lát bennünket. Ezekben a felfogásokban teljesen mások vagyunk. Teljesen más a lényegünk, máshonnan jöttünk, máshová megyünk, minden más, teljesen más. Ez a New Age-nek a felfogása teljesen törli a keresztény értékrendet, és gyakorlatilag a semmi meg a pusztulásba vezet, de közben úgy, hogy gyakorlatilag az átmenet meg ilyen harmónia nagyon szép, meg olyan jónak tűnik minden, és gyakorlatilag az embereket így lehet megfogni, hogy így becsapni egy mézes madzaggal, és utána elvezetni gyakorlatilag az embert a pusztulás felé. És hát minden gyakorlatilag különböző kategóriák vannak, de minden gyakorlatilag erről szól a New Age-ben összefoglalóan. Tehát mindegyiknek ez a lényege, ez a Isten emberkép, világkép van mögötte, és hogy más módszereken másképp hívják, más meditációk, meg másképp hívják ott a szellemeket, de mindegyiknek ez a lényege, meg ez az iránya, bárhová is tartozik. Vannak sokkal veszélyesebbek, itt is van a különböző kategóriák, de igazából mind veszélyes, és legfőképpen ez a lelkek megkülönböztetése, ha én ezt és ezt a dolgot használom, ez az Istenhez közelebb visz, vagy távolabb visz. Mindig ez az alapkérdés. Szent Ignác nem is azt fogalmazza meg, hogy a gonosz visz el, hanem a rossz lélek. Ebben benne van a tudatlanságom, benne van a világnak a hatása, ahogyan magyarázza nekem a dolgokat, meg benne van a gonosz is, és nem tudom milyen arányban. Azt mondja Szent Ignác, nem is fontos ezt, nem is tudjuk, mert nem is fontos. A lényeg mindig az, hogy valami elvisz az Istentől, vagy közelebb visz hozzá. Hogy akár miből is álljon az, ami elvisz tőle, azt le kell állítani azonnal, és elindulni az Isten felé. Tehát nem kell mindenütt a gonoszt keresni, hogy mennyire emberi, mi ez. Elvisz az Istentől abba hagyni, és hogy arra figyelni, hogy az Isten az gyakorlatilag, hogy merre akar bennünket vezetni.
Egy-két szót szeretnék szólni a jógáról, eléggé ilyen kritikus pont, sok embert azt hiszem, hogy fel is háborít, hogy tulajdonképpen a mi a baj a jógával is. Amikor jógáról beszélnek, ennek is, mint a buddhizmusnak is igaz, sok fajtája van. Tehát ezek nem egy ilyen egységes képet alkotnak, hogy van a jóga, és mindenki ugyanazt hiszi alatta. Nem is beszélve arról, hogy sok ilyen keleti technikát, módszert, vallást úgy dobnak a piacra nyugaton, hogy gyakorlatilag levágják a gyökerét, a vallásos részeket, meg úgy csomagolják, ami a nyugati embernek szüksége van. De ezek sokszor már egy ilyen gyakorlatilag ilyen megmetszett, átalakított, így mondom, hogy piacra dobott termékek, tehát nem az eredeti keleti vallásos részt, biztos olyan is van, de sokféle formában van, meg a világ dobra, vagyis a piacra dobva. A jóga, a szanszkrit kifejezés, a tudat alakítását jelenti, gyakorlatilag mi a szónak a jelentése, hogy összekapcsolni, egyesülni. És az összekapcsolni gyakorlatilag a magával, az istenséggel, és az egész bensőt, tehát mind a testet, pszichét, lelket, mind összekapcsolni az istenséggel, és itt megint előjön, hogy az istenség, az tulajdonképpen az micsoda. A vallás és a jóga célja, tehát ugyanaz, egyesülni, összekapcsolni az Istennel. Csak mi a valláson az élő Isten, a Szent Háromság egy Istennel kapcsolódunk össze, a gyakorlatilag ez a fajta pedig egyfajta istenséggel vagy mással. Így megint idézem, és persze hangsúlyozom, hogy ebből többféle felfogás, tanítás van. A jóga az egyén lelke, az Atman, és az univerzális lélek, a Brahman egyesítésére utal. De vonatkoztató a test, a tudat és a lélek egyesítésére történő utalásként is. Egyesülés a legbensőbb lényegiségünkkel, ami a buddhizmus esetében a megvilágosodó tudatot jelenti. Az átma jelentheti a testet, az elmét, az értelmet és a legfelsőbb önvalót is, de általában az egyéni lélekre utal. Amivel egyesül, az a Brahman, néha tévesen átírva Brahma, jelentése növekedés, kiteljesedés. A hinduizmusban a világegyetem létezésének ősoka, múltja, jelene és jövője. Személytelen és téren és időn kívüli legfelsőbb létező. Tehát egyfajta ilyen istenség, ami megint nem személyes Isten, hanem legfelsőbb létező, energia, sokféle megfogalmazást használnak, de nem a mi Istenünk, a Szent Háromság egy Isten, és gyakorlatilag itt a legfőbb célja a jógának az összekapcsolódás a legfelsőbb lénnyel. Ez egyfajta olyan kultikus vagy liturgikus mozgást is jelent, és hát azért megkülönböztetnek például, van az úgynevezett ateista jóga, amíg eredetileg ilyen nincsen, azt értik alatta, ahol mindenféle gyakorlatilag ilyen vallásos, meg mantrát, mindent kiszednek belőle, és torna gyakorlattá alakítják, és akkor ilyen gerinc, mert nem tudom mire használják, akkor van, aki átveszi a hindu vallásból az elemeket, van, aki bizonyos elemeket vesz át, tehát sokszor nem tudni, meg hát azt sem vesz észre valaki, amikor valaki például beavatáson részt vesz. Valakit kérdeztem is, hogy a jógáról, és akkor, hogy volt-e beavatás. Mondta, hogy nem volt semmi. Olyan volt, hogy hallgattak valami zenét, meg mondani kellett valamilyen mantrát, amit nem tudta, hogy mit jelent, csak úgy mondani kellett. És ezeket ő mondott mindent, amit mondta, csinálta, és hogy nem volt ilyen kifejezés, hogy beavatás, meg valami, hanem csak ezt mondja, hát ő meg csinálta, meg közben meg mozgásokat végezte, amiket ő, hogy amit mondtak neki. A spirituális filozófiát, a guru által történő útmutatást, a mantrák és a szent szótagok ismételgetését, a légzés szabályozását és az elme meditációval történő elcsendesítését. Jelenti, ezeket az elemeket általában adaptálják a nem hindu jógik számára. Más esetekben a jóga a tradicionális tibeti elemekre és gyakorlatokra épül. Tulajdonképpen ez jelent meditációt is, de ami a lényeg, a jóga elvezeti a spirituális úton haladókat az egyéni önvaló és az univerzális önvaló egyesülése által a legmagasabb tudáshoz és az örökké tartó boldogsághoz. A jóga nem vallás, hanem a lelkiség és a bölcsesség forrása, minden vallás gyökere. Átnyúlik a vallási határokon, és így megmutatja az egységhez vezető utat. Tehát gyakorlatilag ez az alapvető háttere,
Most, hogy ezzel ki mit kezd ezekkel a dolgokkal, mert ezek érzékeny témák nagyon, mert valaki még erre esküszik, meg amit hangsúlyozok, meg második János pápa is, hogy sokan, akik ezeket gyakorolják, tehát abszolút nem rossz szándékkal teszik, eszükbe sincs. Sőt, ők jót akarnak saját maguknak is, meg a szeretteiknek is, csak igazából azt kell nézni, hogy mire fizetek be, meg milyennek a gyümölcse. És persze megint más, hogy amikor emberek már nem hisznek az Istenben, onnantól kezdve nekik ilyen megkülönböztetés, hogy ez Istenhez közelebb visz, vagy távolabb visz, ilyen, ez a kategória nem is létezik sok ember számára, hanem csak az, hogy ezt kipróbáltam, ez jónak tűnik, vagyis ezt teszem, és nekem nem mondja meg senki, és hát, ha mondjuk is, tehát ő is azt fogja csinálni, amit tesz, erről nem tudjuk lebeszélni, de mindenképpen ezeket fontos látni, meg én arra búzítom a kedves testvéreket is, meg mindenki, aki ezt a műsort nézi, hogy gyakorlatilag itt nem olyan fajta ítéletek születnek ember ellen semmiképpen sem, csak az, hogy annyi minden van a világban, viszont a tudomány is olyan fejlett, hogy érdemes utána nézni mindennek, hogy tulajdonképpen mi ez. És úgy is, hogy gyakorlatilag az ember elolvassa azt, amit ők tanítanak, és persze úgy van beállítva, hogy ez az igazság. Utána elolvasni úgymond a másik oldalt, akkor itt a keresztény értelmezést is, Benedek pápának is van a okkultizmusról külön írása, és akkor ez a Jézus Krisztus az élő vízforrás, tehát hogy vannak dokumentumok, amik ezeket elemzik, megnézni azokat is, és igazából mindenki maga dönti el, de mindenképpen, amikor is hangsúlyom, én papként ezekről tanítok, akkor gyakorlatilag mindig az én célom, hogy ami az Istenhez vezet, az élő Istenhez, azt erősíteni, minden, ami az Istentől elvisz, vagy ezt a kapcsolatot veszélyezteti, vagy az önmegváltás kísértésével lép fel, arra pedig felhívni a figyelmet, hogy ez veszélyes, és hogy az Istentől nagyon könnyen elvisz, és ha az elvisz, akkor azt is jelenti, hogy mindenképpen valami kárt okoz az nekünk. Még a Jóga Mindennapi Életben Egyesület honlapján ez olvasható, például, ahogy az Istent megfogalmazzák, Isten egy egyetemes elv, kozmikus fény, örökké éber tudat, amely áthatja a lét minden formáját. Ez az Isten egy és mindenben jelenlévő. Sokféle névvel is alakkal ruházzák fel. Nevezhetjük Istennek, Allahnak, Isteni Atyának, Isvarának, Szeretetnek, a legfelsőbb önvalónak, és így tovább. Istennek annyi arca van, ahány embert hordoz a Föld. Ez nem csak a jogában van, meg másban is, hogy gyakorlatilag a reikiben is, amiben hiszel, azt a nevet tesszük bele. Lehet ez intelligencia, szellem, energia, Jézus Krisztus, mit szeretné? Mindenki helyettesítse be, amiben ő éppen hisz, de a lényeg nem változik meg, csak ugye, hogy milyen névadó van az elején, most mit teszek bele, vagy én milyen névvel szeretek dolgozni. A vallásról ezt írja, a jóga és minden vallás lényege valójában egy és ugyanaz, az ember spirituális fejlődése. És a végső cél az önmegvalósítás és az Isten megvalósítás. Nem számít, milyen valláshoz tartozunk, vagy nem tartozunk egyikhez sem, hiszen a jóga támogat mindenfajta pozitív gondolkodásban és pozitív életvitelben, egyesíti magában minden világvallás pozitív elveit, az erőszakmentességet, a megértés mások segítését, a megbocsátást és a szeretetet. És az Isten megvalósításról, önmegvalósításról pedig ezt írja, az Isten megvalósítás az élet legmagasabb rendű célja. Adni, megérteni, megbocsátani, ezek azok a tulajdonságok, amelyek igazi emberi lényé tesznek bennünket. Az Isten megvalósítás saját isteni önvalunk megvalósítását jelenti, annak felismerését, hogy mi mindannyian egyek vagyunk, egy a gyökerünk, és ugyanazon kötelék fűz bennünket Istenhez. Mi emberek, mint a világ legfejlettebb teremtményei, képesek vagyunk arra, hogy megismerjük igazi természetünket, isteni önönvalónkat. Megint érdekes, hogy ha még akarnánk, még értelmezhetnénk ezt jól is, hogy majdnem tulajdonképpen ezt le lehetne úgy fordítani, kis szavakat egy kicsit átrendezni, ami a keresztény tanítás. És hogy aki mondjuk így nem nagyon foglalkozik ilyenekkel, nem vesz észre a különbséget. Tehát majdnem ugyanazok a szakkifejezések, egyesülés, emberek, egytől fakadunk, szeretet, békesség, tulajdonképpen abszolút pozitív,
mégis valami hiányzik belőle, ami teljesen mássá teszi. És tulajdonképpen ez lett benne a csapda, és hát ennyit szerettem volna így a jogáról beszélni, csak most egyet kiemelve a sok közül, és hát persze, hogy most ezt ki hogyan gyakorolja, vannak tudom, hogy keresztények is, akik ezt gyakorolják, és megint a lelkek megkülönböztetése, az Istennel való kapcsolatom ezáltal gyakorlatilag hogyan változik. Vagy igazából hiszek az Istenben, de igazából önmagamat váltom, vagy tulajdonképpen mi történik. Meg hogyan vagyok én az imádság, a szentséget, tehát sok kérdés van itt. Persze valaki mondhatja, hogy én jogázó keresztény vagyok, járok templomba, másik meg még Istenbe se hisz. Mindenképpen én ezt egy pár gondolatot el szerettem volna erről mondani. Ami a szellemi harc részét jelenti, így a legteljesebb, vagy a leghosszabb szöveg a szellemi harcról, az Efezusi Levél 6. fejezetének 10. versétől olvashatunk. Végezetül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hathatós erejében. És itt már nem szellemről van szó, ma az Úr nagybetűvel, a Kyriosz, Jézus Krisztus az Úr, a megváltó, és az ő isteni erejében erősödjetek meg. Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög cselvetéseivel szemben. Mert nem a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának kormányzói ellen, a gonoszságnak, az égi magasságaiban levő szellemei ellen. Itt benne van, igazából össze van foglalva, hogy a gonosz is, mint az angyolok is, különböző karok vannak, van, mint az angyoloknál is van főangyal, arkangyal, a gonosz lelkek is tulajdonképpen légiók úgymond buktak el, és ott is megvan ez a hierarchia, erre utal ez a kifejezés. És most jönnek a fegyverek, vegyétek fel tehát Isten fegyverzetét, és hogy úgy álljatok tehát, hogy a derekatokat övezzétek fel az igazságossággal. Az igazságosságnak itt a jelentése nem csak magát az igazságot jelenti, hanem, mint a szamari asszonynak is Jézus mondja, hogy az Isten lélekben és igazságban imádókat akar, vagyis aki a Szentlélek által az Isten parancsait megismerve és tettekre váltva. Tehát a megélt evangélium, persze a hitből megélt evangéliumot jelenti, hogy ez az öv, ami bennünket tart. Tehát nem elméleti vallásosságról van szó, nem filozófiáról, hanem a megélt hitről. Tehát megérteni, megismerni és megtenni. Öltsétek magatokra a megigazulás vértjét. Ezzel kezdtem az első elmékedésemet, hogy mi már megváltott emberek vagyunk. Ennek a tudatosítása, hogy Jézus megváltott bennünket, biztonságban vagyunk. Aki Jézus Krisztusba kapaszkodik, ott rajta nincs támadás, nem lehet csinálni semmit. Aki Jézusban hisz, azt nem tudja semmi sem elvinni. A gonosznak semmi hatalma nincsen. Akkor ad az Isten valami kevés hatalmat, amikor valaki teljesen letér az útjáról, és megengedi, hogy a gonosz figyelmeztesse, de azt is azért, hogy megtérjen. Tehát amikor, hogy a megváltott, a megigazult emberek vagyunk, ennek a tudatosítása, hogy én már meg vagyok szabadítva. Harcról beszélünk, de én már győztes vagyok. Csak még jönnek ilyen, míg a földön vagyunk, vannak kísértések, ilyen utótámadások, de már a gonosz le van győzve, meg van kötözve, csak nekem vigyáznom kell, a hitem cserépedényben van, de minden megvan hozzá, hogy megőrizzem. A lábatok saruja legyen a béke evangéliumának hirdetésére való készség. Amikor az evangéliumról van szó, az az örömhír. Az örömhírnek a lényege nem a pozitív gondolkodás önmagában, ha bár kifejezés önmagában lehet jó, hanem az evangéliumnak a lényege, annak a középpontjában Jézus Krisztus áll, aki eljött közénk, megváltott, aki most is itt van az igéje által is, itt van a Szentség által, az Eukarisztia által, benne élünk is, mozgunk is, vagyunk az Istenben, tehát az evangélium, hogy mi az Istenben élünk, az Isten országának vagyunk a tagjai, és a mennyország kapui nyitva vannak számunkra. És amikor valaki erre úgymond hajlandó, ezt nem csak úgy elfogadni, hanem másoknak is elmondani az örömhírt, azáltal bennem is erősödik az örömhír, meg erősödik a hitem is. Tehát az evangéliumról tanulságot tenni, ez nem csak egyfajta ilyen technikai dolog, hogy többen tudjanak róla, az, ha valaki ezt teszi, akkor észreveszi, hogy az én hitem is nagyon nagyban növekedett.
és hogy én is jobban hiszek, lelkesebb vagyok, mi akkor is, hogyha nem fogadják el, ha támadások érnek, de erősödök a hitemben. És amikor a békesség, az Úr békéjének az evangéliumát, az örömhírt hirdetem, Jézusnak a jelenlétét, aki megváltott, és nem magamat kell megváltani, azt hirdetem, gyakorlatilag az egy fegyver is, olyan szempontból, hogy én is erősödöm, másrészt pedig, hogy ha én nem szólalok meg, és itt a idézőjelben a néma örömnek a hatása, akkor megszólal más. Akkor más mondja maga filozófiáját, vagy egy nyújtsd, vagy akármilyen tanítását, mert nem hangzik el az igazság, megszólal más. De amikor én veszem a fáradtságot is, ahol lehet mindenki az életállapotának megfelelően, elkezdek az Istenről beszélni, akkor ott elhangzanak szavak, és ott nem csak az én emberi szép beszédem az, ami hat, hanem a szó által, amit az Istenről igaz és őszinte beszédet mondok, a Szentlélek is működik általa, és olyan gyümölcsöket hoz, amire én nem is gondolok. Tehát mindig szebb lesz a gyümölcse, mint amit úgy gondolnék, hogy ki vagyok én, hogy beszéljek. Én sem tudok szépen beszélni, mi kiejteni a szavakat sem. Mégis mondom és hiszem, hogy a szavaim által a lélek működik, valakit felkavar, valaki ideges lesz, valakiben elindulnak gondolatok, de mint Izaiás próféta is írja, mint hogy eső és a hó nem hull le eredménytelenül, hanem megöntözi a földet. És mindenképpen gyümölcsöt hoz, akkor is, ha akarjuk, ha nem, vagy a világ akarja, nem az, az Isten mindig hatékonyan működik az ő szava a Szentlélek által. Mindezekhez vegyétek a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Itt a hit, amikor Jézus a gyógyulásokról beszél, menj a hited, meggyógyított téged. Ekkor hitet még nem láttam Izraelben. Történjék veled, amiben hittél. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Tehát a hit, amikor befogadom az igazságot, az Istennek az igazságát, és bármilyen ilyen hatást jönne, vagy ilyen jónak tűnő, gonosznak bármilyen kísértése, azt mondom, hogy nem. Lehet, hogy zuhangzik, amit te mondasz, de azt hiszem, hogy az Istennek van igaza, és attól el nem térek. Ez a hitnek a pajzsa. Aki elkezd okoskodni, meg egyénieskedni, meg mindenféle hang után elmegy, ott ez elég veszélyben van, és amikor valaki hitútjáról letér, akkor ez a tüzes nyíl, ami gyakorlatilag fájdalmas is, meg gyilkos is, az nagyon könnyen elkapja, és óriási fájdalmakat meg kárt okoz. De én kitartok az Isten mellett, a hitemben, a megvallásban, a megélésben, az evangéliumban, akkor gyakorlatilag a gonosz nem tud velem mit kezdeni, mert én az Istenben élek, és tulajdonképpen nem önmagában a hit véd meg, hanem az Isten az, aki engem megvéd, azért, mert befogadom, és hiszek és bízok benne. És hogy vegyétek fel az üdvösség a sisakját is, és a lélek kardját, vagyis az Isten igéjét. Az üdvösségnek a sisakját, itt mindenképpen, hogy miben remélünk, hogy mi az üdvösség. A nyújtsnak is megvan a maga megfogalmazása, hogy majd eljutunk valóval, meg egyesülünk, vagy mi, amit az Jézus a mennyországról mond, az Isten országáról, hogy mi is fog azáltal történni. És amikor nekem a célom egyértelmű, akkor az olyan belső erőt és motivációt ad, hogy a fejemen próbálnak, és a lényeget akarják megragadni, és azt elvinni, akkor is, mivel tudom, hogy én mire készülök. Vagy például a szeretteimet is merre szeretném elvezetni, engem onnan senki el nem térít. És az üdvösség a legfontosabb cél, amire megyek, és a következő a lélek kardja, vagyis az Istennek az igéje, ezt olvasni, elmékedni rajta, a szívünkbe zárni, és utána tettekre váltani. Jézus mondja, hogy ez olyan, mint a sziklára épült ház. Ahogy valaki hallgatja és tettekre váltja, itt az a szikla. Aki hallgatja, de nem váltja tettekre, az pedig a homok. Tehát a hallgatott, a megértett, átimádkozott és a gyakorlatban megtett evangélium, azt jelenti az Istennek az igéje, és persze mindenkor eseredzetek a lélekben, minden imádságban és könyörgésben. Vagyis az imádság az, ami az Istenben tart, és itt nem csak, hogy ezért meg azért imádkozok, persze mindenért lehet imádkozni, hanem itt a legfontosabb, hogy az Istennel való kapcsolatomért imádkozzam. A szeretteimért is imádkozok, kérek sok mindent, beteg, érettségizék, nem tudom, milyen szükségek vannak, és ez fontos is.
De a legfontosabb, hogy Uram, add meg a férjem, feleségem, unokám, add meg, hogy téged rajongva szeressen. Ez a csúcskegyelem, amit kérek számára, de az érettségi sikerül, Jézusom, azt megköszönöm, hogyha még ebben is segítesz neki, de a lényeg, hogy megismerjen és megszeressen téged. Magamért is ez az első, én legfontosabb kegyelem, utána fogalmazom meg a többit, hogy tulajdonképpen én mit is szeretnék, és hogy mi az, amire vágyom. Hát Szent Pál apostol így foglalja össze a léleknek a fegyvereit, és a bevezető hosszú és unalmas tanítás pedig arra szolgált, hogy Ferenc pápa is így fogalmazza meg, hogy a mai korban ideológiai gyarmatosítás van. Tehát persze vannak keleten, ahol valóban fegyverekkel ölik meg a keresztényeket, de főleg Európában ideológiai síkon. Akár okkultizmus, New Age, LMBTQ, ezek mind-mind gyakorlatilag ezek ideológiák, nem csak egyszerűen ilyen törekvések, és hogy ezek nagyon veszélyesek, és Jézus azt mondja, hogy ne attól féljetek, aki a testet megöli, hanem aki a testet és a lelket is el tudja pusztítani. És az ideológiai gyarmatosítás az a lelket akarja elpusztítani, lehet, hogy a test egészséges marad, de a lelket akarja elpusztítani, ezért nagyon kell vigyázni arra, hogy ha testen lesz is valami, persze vigyázzunk rá, de hogy a lelket ne pusztítsa el semmi, egyre több támadás éri, és ehhez kell az igaz, világos hit meg Isten kapcsolat, és amikor ezt veszélyezteti valami, itt vannak a lelki fegyverek, amiket Szent Pál apostol röviden felsorol, elég világos a leírása is, hogy ezekkel tudatosan élni, és gyakorlatilag most itt van szó betegségről, harcokról, mindenről, de mégis a lényeg az Úrban való öröm. Az Istenben való öröm annak a megélése, amit csak az Isten tud megadni. És hadd zárjam ezzel a kedvenc mondatommal ezt az elmékelést is, hogy a vég az valóban az örömhírről szóljon, hogy amit az Isten akar, hogy ismerjétek meg Krisztusnak a minden emberi értelmet fölmúló szeretetét. És hogy ma érteszem hozzá, hogy akkor nincs szükség semmiféle ilyen egyéb dologra, meg nem tudom is mikre, mert az Úrban való öröm a mi erősségünk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Köszönöm szépen a figyelmet.